A coaching után Mária Pocs, Nagy Attila, még mindig Clio. Könnyítettünk egy 30-ast, mert hallom, hogy voltak is a nyűg, ezt kivetett belőle a gittet, ha nem is, hanem mondja a szerelőbácsi. Igen. Mr. Sikoly. Hozzá most az eredményeket. Igen. Mert azt látom, hogy medencéd van, technozenéd van, tehát visszajön a fiatalság, de ezt egy kicsit komolyabban kell menni. Hát ott vagyunk komolyak, itt meg próbálunk kicsit lazulni. De tényleg komolyra fordítva a szót, mennyire ütőképes most az autó, és hogy Janzer Gyulkával tudsz a pariban lenni, vagy ne talán nem fogható már a császtorá? Császtorá fogható, ezt tudjuk, mikor ő azt akarja. Mikor nem akarja, akkor nem. Tehát volt most, de olyan volt, vagy elé kerültünk, de hát ez sokáig nem tartott. Nem, egyébként most jó a kocsi. Sosem volt rossz, tegyük hozzá. Voltak bajok. Voltak bajok? Voltak bajok, majd beszélünk Sikoljával, de túl messzire meg. Azt még én raktam bele. Ja, a bajokat te raktad el, nem, összeraktam Szi bácsi a kocsit, és most jó. Most nekem kell egy kicsit megint fejlődni hozzám, hogy a kocsi megint jobb lett, aztán megint... Most már harmadik-negyedik olyan menés van, amikor mindig másik autóba ülök. És most is azt játsszuk, hogy beültem, hú, jó a kocsi, akkor most fejlődjünk hozzá. És amikor megvan, akkor egy picit mindig az öreg még rátol, persze, akkor mindig újra kell tanulgatni. Jársz egy úrni? Ez úgy tökény. Járok, nem látod, mert eredetszébe fűzöd. Nem. Hát az a része, az nekünk így kimaradt. Az majd a következő lépcső, az mikor nagyon sokan nagyon közel akarunk kerülni majd akkor. Nem. Dolgozunk, csinálgatjuk, idejövünk itt, meg tudjuk kapcsolat átfordítani. Néha sikerül, viszonylag sikerül, és megyünk. Oké. Okay. Én azt kellem, hogy most sikerüljön. Köszönöm.